Köszöntöm nézőinket! Önök a Trio TV hírmagazinját, a Kiskun Krónikát látják. Főbb témáink címszavakban. Móra Ferenc halálának 80. évfordulójára emlékezett Kiskun Félegyháza. Megkoszorúzták az író Daru utcai szobrát és ülésezett a Móra Emlékbizottság. Elfogadta az országgyűlés csütörtökön a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényt. Csökken a gáz, az áram és a tápfő ára is. Nemrég tértek vissza Korondról a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói, ahol az idei volt a 13. alkalom, hogy részt vettek a Lőrinc Márton emlékversenyen. Móra Ferenc halálának 80. évfordulójára emlékezett Kiskunfélegyháza. Délelőtt megkoszorúzták az író Daru utcai szobrát, ülésezett a Móra Emlékbizottság, a művelődési központban pedig a Konstantinum intézmény diákjai adtak elő ünnepi műsort. Márciusban könyvbemutatóval tisztelegnek Móra Ferenc emléke előtt, májusban pedig Móra találkozót tartanak Félegyházán. Aki akkora kincset hagyott ránk, hogy szavakkal el se lehet mondani. Ezekkel a szavakkal méltatta Móra Ferencet Juhász István nyugalmazott tanár Kiskun Félegyháza díszpolgára. Minden évben kiemelt esemény Félegyházán a megemlékezés Móra Ferenc halálának évfordulóján. Az író Daru utcai szobránál az önkormányzat, pártok és intézmények képviselői helyeztek el koszorúkat. Vészics Andrea, Móra Ferenc dédunokája, ezeken a megemlékezéseken mindig meghatódva vesz részt. Mint mondta, úgy érzi, a dédapja ma is jelen van Félegyházán. Mindig, amikor jövök, akkor el szoktam menni a Móra szoborhoz, és leülök mellé, most reggel is ott kezdtem a napot. Nagyon-nagyon megható a számomra. Ő valahogy mindig itt él Félegyházán, ezeken az utcákon, ezek közt a falak közt. Mindig úgy járok, hogy ez az ő városa, és valahogy mindig érzem itt a jelenlétét Félegyházán. És olyan nagyon szereti mindenki, és olyan szeretettel emlékeznek rá, hogy ez külön nagyon érzés a számomra. Mindig úgy érzem, hogy itt van. Ezek már a Móra Emlékbizottság képei, ahol a május 17-ére tervezett Móra találkozó részletei is szóba kerültek. A rendezvényre Móra Ferenc leszármazottait hívják meg. Négy helyszínen lesznek programok: a könyvtárban, a művelődési központban, az Ótemplomban és a Konstantinum intézményben. Március 27-én az Akik a Mórai Talentumból örököltek című könyvet mutatják be. Ennek mellékleteként a Móra családfát ismerhetik meg az olvasók. A kutató munkát Kapus Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület irodalmi szekciójának vezetője végezte. Tehát a Móra családból volt egy-két olyan leszármazott rokon, akivel régebb óta tartjuk a kapcsolatot, és őket hívtam föl, és ők akkor adtak neveket, tehát így göngyölődött ez föl az egész, és e-maileztünk, telefonon beszéltünk, meg volt, akiket személyesen is meglátogattam, és akkor így sikerült fölkutatni, de még novemberben is került be új személy a családfára, mert megszületett egy új kis leszármazott még. A Móra Ferenc halálának évfordulójára rendezett városi programsorozat részeként a Konstantinum Nevelési Oktatási Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola tanulói adtak elő ünnepi műsort a művelődési központban. Rövid híreink következnek, melyben megismerhetik Kiskunfélegyháza jedzőjének szerkesztőségünkhöz eljutatott sajtóközleményét, és szó lesz az újabb rezsicsökkentésről, valamint a Mezgé Farsangi rendezvényéről. Sajtónyilatkozatot juttatott el szerkesztőségünkhöz dr. Endre Szabolcs, Kiskunfélegyháza jedzője, amelyben reagál a város korábbi jedzője dr. Csölle Ivett által megfogalmazott a Kecskeméti Munkaügyi Bíróság ítéletével kapcsolatos közleményére. Dr. Endre Szabolcs közölte, a volt jedző felmentésének okai egyértelműen a polgármester hivatal irányítására vonatkozó jogának a jedző általi korlátozására vezethetőek vissza, ahogy az ítélet indoklásában is olvasható. A közlemény úgy folytatódik, a volt jedző minden fórumon a törvénytelen polgármesteri utasítások végre nem hajtására hivatkozik. Ezzel szemben a polgármester a volt jegyző felmentését nem erre alapozta 2013. januárjában, mely abból is látszik, hogy a bíróság ítélete sem ennek szellemében született. Dr. Endre Szabolcs azt írja, törvénytelen utasítások a polgármester részéről nem voltak, ezért az erre vonatkozó állításokat rágalomnak tartja. Hozzáteszi azt is, elődjének hivatalvezetése idején a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek számos szabálytalanságot fedezett fel, ami miatt feljelentést is kellett tennie. A közleményt teljes terjedelmében honlapunkon a www.félegyházitv.hu oldalon olvashatják.
Elfogadta az országgyűlés csütörtökön a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényt, amely szerint idén három lépésben lesz olcsóbb a rezsi. A gázára április 1-től 6,5%-kal, az áramé szeptembertől 5,7%-kal, a távhőára pedig októbertől 3,3%-kal csökken. A fideszes Rogán Antal és Németh Szilárd javaslatát 298 igen szavazattal, 7 nem ellenében 5 tartózkodás mellett hagyták jóvá a képviselők. A törvény része, hogy a szociális intézményekben, például a nyugdíjas otthonokban, valamint az önkormányzati vagy szolgálati bérlakásban élőkre is kiterjesztik a víz és a szemétszállítási díjak korábbi 10%-os csökkentését. Náluk ugyanis eddig nem érvényesült a rezsicsökkentés ezeken a területeken. Újabb fogyasztóvédelmi intézkedésként döntöttek arról is, hogy a fogyatékossággal élők Braille-írással nyomtatott vagy úgynevezett akadálymentes, illetve könnyen érthető elektronikus gáz- és villanyszámlát kaphassanak. Később ugyanezt kell biztosítani a távfő, a víz és csatorna, valamint a szemétszállításról szóló számláknál is. Jelmezes zenés farsangi mulatságot tartottak pénteken a félegyházi mezgé tanulói. Az iskolában hagyomány, hogy minden évben műsorokat adnak elő az osztályok. Volt olyan csapat, amelyik hatalmas jelmezt készített, voltak katonák, és persze sokan a saját szakmájuknak megfelelő öltözetben léptek fel. Mi vagyunk a pénkek, okosak és szépek. Kenyeret és zömlét sütünk, ez a lényeg. A farsangi mulatság jó alkalom arra, hogy összekovácsolja a szakképző iskola osztályait. A tanítás ettől függetlenül nem maradt el ezen a napon, csak az első két óra szólt a szórakozásról, de a tanárok sem maradtak ki a jelmezes mulatságból. Nemrég tértek vissza Korondról a kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói, ahol az idei volt a 13. alkalom, hogy részt vettek a Lőrinc Márton emlékversenyen. 10 ifjú sportolójuk közül mindannyian éremmel tértek haza. Most hétvégén újabb felkészülési versenyre utazik a csapat, ezúttal Kiskörösre. Az egyesület mindeközben az utánpótlás toborzáson is gőzerővel dolgozik. Itt éppen a Platán utcai általános iskola torna termében edzenek a kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói, akik nemrégiben Korondon képviselték városunkat a 13. Lőrinc Márton emlékversenyen. A részvétel mindig nagy élmény a fiataloknak, nem csak a megmérettetési lehetőség, hanem az egyéb kikapcsolódási lehetőségek miatt is, amelyek a hegyvidék miatt különleges élményt nyújtanak, mondta el Szabó József edző. Azon kívül a verseny is nagyon szépen fölfejlődött már, évek óta, 7-8 éve már komoly csapatok részt vesznek, már még Moldovából is jöttek idén versenyre, akkor román csapatok is részt vesznek, tehát teljesen idegen emberekkel tudnak a mi gyerekeink versenyezni, és hát ez ugye nagyon fontos a fiataloknak, mert ugye egyre szélesedik a kör, akivel tudnak birkózni, és utána majd, akik majd eljutnak arra a szintre, hogy válogatott kerettagok lesznek, akár válogatottság is eljutnak, azoknak fontosak ezek a kisebb versenyek, hogy egyre ismeretlenebb arcokkal, teljesen más stílusokkal is tudjanak fölvegyék a küzdelmeket, és akkor későbbiek folyamán majd azt hasznosítsák. 10 versenyzőjük közül mindenki éremmel tért haza, ebből 4 arany, 4 ezüst, 2 pedig bronzérem volt. Most hétvégén újabb felkészülési versenyre, Kiskörösre utaznak a birkózók. Ezt követően áprilisban, májusban már a Diákolimpia, illetve a Magyar Bajnokság döntőiben bizonyíthatnak a félegyháziak. Ezzel párhuzamosan az utánpótlás nevelésen is gőzerővel dolgoznak, tette hozzá Szabó József. Van most egy nagyon jó társaságunk, egy jó kis kemény mag, akik egyre szebb eredményeket hoznak. Az elmúlt évben például 3 diákolimpiai bajnokunk is lett. Őket el is mondom a nevüket, a Reket Nagy Réka, a Széchenyi Ádám és a Cibolya Máté, mindhárman diákolimpiai bajnoki címet szereztek. Hát már évek óta nem volt, hogy egyszerre hárman is tudtak bajnokok lenni. Sőt, a Cibolya Máté kötött fogásban is és szabad fogásban is meg tudta nyerni a diákolimpiát, úgyhogy ez nagyon nagy szó, hogy nagyon tehetséges, ugye szorgalmas kisfiúról van szó, de a többiek is minden dicséretet megérdemelnek. Az utánpótlás csapatot elsősorban az alsó tagozatos korú gyerekekből toborozza az egyesület, mondta el Szabó József. Kedves nézőink, híradónk végén következzenek ismét fontosabb híreink egy-egy mondatban. Móra Ferenc halálának 80. évfordulójára emlékezett Kiskunfélegyháza. Megkoszorúzták az író Daru utcai szobrát,
ülésezett a Móra Emlékbizottság. A Művelődési Központban a Konstantinum Intézmény diákjai adtak elő ünnepi műsort. Elfogadta az országgyűlés csütörtökön a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényt. A gáz ára április 1-től 6,5%-kal, az áramé szeptembertől 5,7%-kal, a távfő ára pedig októbertől 3,3%-kal csökken. Nemrég tértek vissza Korondról a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói, ahol az idei volt a 13. alkalom, hogy részt vettek a Lőrinc Márton emlékversenyen. 10 ifjú sportolójuk közül mindannyian éremmel tértek haza. Ez volt a Kiskun Krónika február 7-én, maradjanak velünk továbbra is. Híradónk ismétlését este 8 órakor, 10 órakor és 11 órakor láthatják, valamint holnap reggel 8 órakor, délben és 18 óra 30 perckor. Friss hírekkel február 10-én 19 órakor jelentkezünk. Ha tehetik, látogassanak el weboldalunkra, a www.félegyházitv.hu oldalra, ahol megnézhetik korábbi adásainkat és véleményt alkothatnak tudósításainkról is. Tájékoztatjuk nézőinket, hogy február 8-án szombaton karbantartási munkálatokat végzünk a Trio Televízió adáslebonyolító rendszerén. Emiatt a nap folyamán hosszabb-rövidebb ideig tartó adásszünetekre lehet számítani, amelyért megértésüket és türelmüket kérjük. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!